Jó estét kívánok! Önök gazdasági magazinunkat, a Sikert látják, ma is számítunk figyelmükre. Milyen buktatói lehetnek egy közbeszerzésnek, hogyan kell jogszerűen felhasználni a közpénzeket? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphattak a debreceni tudásmegosztás résztvevői. Az országos programsorozatot az Állami Számvevőszék, a Közbeszerzési Hatóság és a Megyei Jogú Városok Szövetsége szervezte. Gyerekek helyett önkormányzati cégek vezetői és képviselői ültek az Agora Tudományos Élményközpont előadó termében. Debrecenből, Békés Csabáról és Nyíregyházáról érkeztek résztvevők a Tudás Megosztás elnevezésű programra. Az országos rendezvény sorozat második állomása volt az Agorában. A Tudás Megosztás célja, hogy a közbeszerzésekkel kapcsolatos információkat első kézből kaphassák meg az érintettek. Más személyesen elmondani a tapasztalatainkat, és személyesen átadni azokat az információkat, mint az internetről elérhető dokumentumokból elolvasni. Mi azt gondoljuk, hogy leginkább azokkal az eszközökkel tudjuk támogatni az átkérők gyakorlatát, amikor személyesen tudunk eljönni, személyesen tudunk beszélgetni ezekről a problémákról. Ha interneten olvassák a különböző segédanyagokat, akkor nem tudnak kérdéseket feltenni. Amikor személyesen találkozunk, akkor bármilyen kérdés megbeszélésére van lehetőség, akár személyesen is. Tehát azt gondolom, hogy ezek sokkal inkább lehetővé teszik a konzultációt, és azt annak a szolgáltatóhatóság jellegnek a érvényesítését, amit szeretnénk elérni. Történelmi jelentősége is van annak, hogy a Közbeszerzési Hatóság, az Állami Számvevőszék és a Megyei Jogú Városok Szövetsége közös tudásmegosztása Debrecenbe is ellátogatott. 1827-ben a város szenátusa írta ki az ország legelső közbeszerzését, amely eredményeként megépült a Hortobágyi 9 lyukú híd. Azóta még nagyobb gyakorlatot szerzett a Civisváros az eljárások sikeres lebonyolításában. Mindennaposabb gyakorlatilag a közbeszerzési eljárások Debrecen életében. Tavaly 60 milliárd forint értékben folytattunk le közbeszerzési eljárásokat. Idén egészen valószínű, hogy ezt meg fogjuk haladni, ezt az értéket, hiszen a mérleg fő összege a költségvetésünknek is kétszer akkora, tehát valószínűsíthetően közel kétszer akkora értékben fogunk közbeszerzési eljárásokat lefolytatni. A rekordösszegű önkormányzati fejlesztések miatt még több munkája lesz az eljárásokat előkészítő, lebonyolító önkormányzati dolgozóknak, tette hozzá az alpolgármester. Nagyon komoly szakembergárda van a városházán belül, és ez fontos hangsúlyozni, hogy nem külső szakértőket veszünk ezen a területen igénybe jellemzően, hanem a városháza kollégái dolgoznak ezen a területen. Dicséret érte, hiszen itt elhangzott a mai nap folyamán, hogy nem került sor az elmúlt években semmilyenféle szabálytalanság megállapítására a hatóság részéről. Ez mutatja azt, hogy milyen magas színvonalú munka folyik a városházán. Ezt a jó gyakorlatot is megismerhették a résztvevők a debreceni tudásmegosztáson. A programsorozat legfontosabb célja ugyanis, hogy mindenhol a jogszabályi előírásoknak megfelelőek legyenek a közbeszerzési eljárások. Önök a Sikert látták hétfőn már, a köszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok!